Lágy vonások egy kemény anyagban. Tűzzel vassal címmel nyílt meg Sándor László grafikus Intarzia portrékból álló kiállítása a KMO művelődési házban. Lassan feledésbe merülő, különleges technika, idő- és munkaigényes alkotások, érdekes, izgalmas hatású arcok képmásai. A következő percekben arról tudhatunk meg többet, hogy mi mindent lehet kihozni a fából, mit jelent ma az Intarzia, mik lehetnek a kortárs témák és utak, és hogy hogyan szeretné Sándor László továbbadni a tudást, a technikát nem sokára induló workshopján az érdeklődő fiataloknak. Puha száj, lágyonomló fürtök, nevető szemek, egy gyermek arcának törékenysége, finom vonások a kemény fában. Több mint 30 féle különböző keménységű, fajtájú és színű fából összeálló arcok, vagyis intarzia portré. Sándor László ritka technikát választott, kevesen foglalkoznak manapság ilyesmivel, hiszen saját bevallása szerint is nehéz visszaadni az emberi arc finomságát egy ilyen fából faragott portrén. Rendkívül időigényes maga a tevékenység. Sablonok útján formára kell bontani a kívánt képet, majd ezek után a megfelelő felhasználni kívánt faanyagokat kell kiválogatni, hol az erezet, hol a szín mintával, és ezeket kell egymáshoz ragasztani egyenként, majd utána összecsiszolni. Tehát van egy ilyen rendkívül időigényes szakasza, amikor a különböző technológiai időket is hozzászámolva jó ideig eltart, mire elkészül egy ilyen kép. A képeken látható összes szín a fa eredeti árnyalatát mutatja. A fájét, amelynek arca és jelképrendszere ezerféle. Felsorolni is szinte lehetetlen, ahogy azt Hegyi Béla grafikus is érzékeltette a kiállítás megnyitóján. Megtudtam, hogy mindig migrálódott szövet a fa. Ez az egyik kedvencem, úgyhogy ezt egyből beírtam elsősorban. De az érdekes az, hogy majd maga a fa, hogy eszik a gyümölcsét, magját, levelét, szárát, kérgét, virágát. Megesszük, eszünk vele, eszünk benne. Tüzet gyújtunk vele, elégetjük, írunk rá, írunk vele. Megfestjük, festünk vele. Játék, munka, gyógyszer, méreg, alap, fal, tető, padló, ágy, kád, asztal, szék, pohár, tányér, előeszköz. Repülőgép, autó, tenger alatt járó. Gumi, papír. Keret, kép, jelkép, szimbólum. Van színe, illata. Sándor László 4 évig élt Kispesten, 5 évig pedig Lőrincen, és ahogy emlékszik, rendszeresen járt a művelődési házba megnézni mások alkotásait. Hosszú idő óta van jelen művészként, nem is először mutat be itt, de örül, hogy az elmúlt évek terméseit most együtt láthatja a közönség. A Helikon Kulturális Egyesület tagjaként tervező grafikusi munkáira figyeltek fel először. A tipográfusok sorozat keretében találkozhatott például már munkáival a kispesti közönség, és az intarziák melletti elköteleződésének darabjai és érdekes színfoltjai a kortárs művészeknek. Az intarzia készítés az nagyon régi történelmre tekint vissza, tehát már annak idején az ókorban is használták az egyiptomiak. A felhasznált anyagot tekintve viszont talán reneszánsz korában az olasz területeken híresült el leginkább. A képalkotáshoz pedig nem egy hatalmas múltra tekint vissza ezen a téren, ez egy kb. 50-100 éves lehet talán, de gondolom, hogy sokkal többen is régebb óta is kísérleteztek vele. Napjainkban teljesen elhal, én azt látom, vagy csak nagyon kevesen foglalkoznak vele, és pont az a célom, hogy ezt újra felelevenítsük. Úgyhogy azért küzdök, hogy továbbra fennmaradjanak ezek a képek, azért is készítek, és azért nyúltam ehhez a szakmához vissza, és foglalkozom vele a mai napig. Az az egyediség benne, hogy egy olyan dolgot csinál, mint mondjuk a street art, ami egy stencillel egy fölfújt falra felfújt festékből kijövő kis portré lesz, vagy alkotás. Tehát mondjuk van egy angol énekes, Finknek hívják, és neki a lemezborítói ugyan más technikával, de kísértetésen emlékeztetnek Lacinak a képeire, úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy tegnap éppen erről beszélgettünk, hogy lehetne valami nyugat-európai sikertörténetet elérni egy magyar képzőművésznek, hát pontosan így, hogy mondjuk egy lemezborítót megcsinálni mondjuk Finknek, akinek a stílusa hasonló a Lacinak a látásmódjához, viszont ez egy teljesen más megközelítése a portrékészítésnek, hiszen itt ha közelről megnézzük ezeket az alkotásokat, akkor láthatjuk, hogy a fának az erezete, a különböző színű fáknak a más-más struktúrája mennyire más, hogy ilyen
térérzetet kell, annak ellenére, hogy sík dolgot látunk, de mégis olyan, hogy igazából, mintha ez egy kicsit ilyen térben lenne, gondolom egy mikroszkóp alatt még jobban meg lehetne ezt nézni, de én azt gondolom, hogy ez lehetne egy ilyen, azért egy jó dolog lenne, ha mondjuk egy ilyen Fink kaliberű előadó mondjuk egy ilyen lemezborítót választana magának. A KMO tavaszi nyári kiállításai a sokszínűség mellett az egyediségre törekszenek, és arra, hogy mai szemmel mai témákat adjanak vissza különböző műfajokban és megközelítésben, mégis valamiképpen egységben. Az ezelőtti kiállítás, a Mányoki Sándor kiállítása is egy portré kiállítás volt, ott hajléktalan embereknek a képei voltak láthatóak. Itt is ez egy elég érdekes portré válogatás. Nem volt igazából ez egy kimondott cél, hogy most portrék legyenek, de hát az így alakult. Igazából a mostani tavaszi kiállításaink, ezek szerintem nagyon-nagyon friss anyagok, tehát egy kortárs vagy plakát, mint a Nagy Lacinak a kiállítása volt, vagy majd a Mondik Noéminek a kiállítása májusban, ami meg egy teljesen újszerű számítógépes grafikákból álló anyag lesz. Tehát én azt gondolom, hogy így összességében nagyon változatos, de mégis egy ilyen a napjaink problémáira reflektáló anyagok vannak a falakon, vagy lesznek a falakon, vagy voltak is kiállítva. Sándor László szeretné, hogy az intarzia készítés és ezzel együtt a minőségi faanyagok ismét szerephez jussanak a mindennapokban. Azért, hogy ez a fajta ősi technika, ez a nagymúltú szakma ne merüljön feledésbe, Sándor László workshopot tervez. Talált támogatókat, készülnek a tervek, és néhány hét múlva jöhetnek a jelentkezők. Sokan nyitottak a témára, akinek van egy kis kézügyessége, azt szerintem nyugodtan belekezdhet, vagy ha érez magával szemben annyi bátorságot, hogy neki lásson. Sokan foglalkoznak vele úgy is, hogy már valamilyen témában elkötelezettek a fa iránt, tehát vagy tanult szakmájuk ez, vagy konkrétan munkatapasztalatuk van ezen a téren. Azon kívül mindenki, aki a kézművességre fogékony vagy nyitott, én ajánlom neki. A portrék mellett egyébként tipográfiai munkákat és gördeszkára készített grafikát is láthatnak az érdeklődők. A tárlat május 13-áig látható a KMO-ban.